Sziasztok, Peti vagyok, és az Ava Group média csatornát nézitek, és ma a különböző játék könyvtárakról fogunk beszélni, hogy miként lehet nektek is legálisan játékaitok a számítógépen a mai időkben. Ha tetszik a tartalom, maradjatok velünk, és iratkozzatok fel a csatornára. Vágjunk bele! Mint mondtam, ma a játék könyvtárakról fogunk beszélni. Több játék könyvtár van a piacon, a legismertebb az úgynevezett Steam, aki gyakorlatilag uralja a piacot jelenleg. A Steam mellett egyébként vannak más játék könyvtárak is, mint például az Epic Games. Az Epic Games-ben vannak más játékok is, amik a Steamben nincsenek, illetve a Steamben vannak játékok, amik az Epic Gamesben nincsenek. Én nekem az Epic Games kizárólag a Satisfactory nevű játék miatt van fönt, illetve van még egy úgynevezett Origin játék könyvtár, amit a felesége miatt, a The Sims 4 miatt tartunk. Ugye az Originál már van egy olyan turpiság, hogy a néhány játék, mint például a FIFA 20, vagy a The Sims 4 kizárólag Originon érhető el. Miért? Mert az EA Games, tehát a játékok fejlesztője, csinálta a saját game könyvtárát. Persze itt is vannak áthatások, tehát vannak olyan játékok, amik megvannak például mind a három játék könyvtárban. Mit is nyújt számotokra egy ilyen játék könyvtár, mint például a Steam? Egyrészt lejárt már azok az idők, hogy mindenki CD-n meg DVD-n tárolgatja a játékait, hisz tudjuk, hogy ezek a CD-k és DVD-k idővel elveszik a tartalmukat, és hát a játékmentések sem olyan egyszerűen megoldhatók, valamint ezeknél a cd és dvd knél néha kérdéses, hogy a ti számítógépeteken vásárlás után ezek a játékok egyáltalán fognak-e működni itt jön a képbe a Steam, ahol egy könyvtárba láthatjátok az összes játékot, amit ti megvásároltatok, az installált játékok világosan, a nem installált játékok szürkén vannak megjelenítve. Ugye, ha kiválasztasz egy nem installált játékot, egy gomb megnyomásával azonnal lehet őket telepíteni, törölni, később újra telepíteni, és a játék mentéseitek, ha minden jól megy, megállnak. A másik nagyon nagy előny, hogy a Steam folyamatosan napra készen tartja a játékaitokat, tehát látható, hogy itt például a Madrenes játékot frissítette befejezés ideje ma reggel 10 órakor. Tehát minden játékot, amit öt is azt frissítve tartja. Másrészt egy áruházban ugye kiválaszthatjátok, hogy milyen játékokat szeretnétek válasz, vásárolni. Itt vannak elég nagy engedmények, például látható, hogy 90%-os engedmény van a mai nap a Van Helsing játékra, és van egy úgynevezett kívánságlista, ahova a te általad a jövőben megvásárolandó játékokat beleteheted, és hogyha ezeket kedvezmény után szűröd, akkor látható, hogy itt van a Transport Fever 2 25%-os kedvezménnyel. De én a játékaimat általában akkor vásárolom meg, amikor legalább 70%-os kedvezmény van, vagy még több, vannak, láttátok, 80-90%-os kedvezmény, tehát azt jelenti, hogy a játék árának csak 30%, jó esetben 20%-át kell majd kifizetni, tehát ezért vannak a listában olyan drágább játékok, amik még hát várnak a megvételre, mint például az x 11, 64 euróért, hát én annyit nem adok ki egy játékra, mind a körülbelül 150 játékom, ami van, az mind ilyen, ilyen 80%-os, de legalább 70%-os leértékelésnél vásárolom meg. Valamint a Steam információt ad olyan játékokról, amik nem sokára elérhetőkké válnak, illetve vannak játékok, amire erről pont lecsúsztam, de vannak korai hozzáférések, amikor meg lehet vásárolni a játékokat még a kiadásuk előtt, gyakorlatilag Veled együtt tesztelik a játékot, ilyenkor a játék információkat küld a fagyásokról, problémákról a készítőknek, és te is ürhatsz nekik üzenetet, hogy mi az, ami neked például a játékkal kapcsolatban nem tetszik, de a játékokat már föl tudjátok rakni. A kívánság listára, és amikor meg fog jelenni, akkor azonnal lecsaphatok rá, és a megjelenés napján általában elég nagy kedvezményekről is informálódtok azonnal. A kedvezményekről amúgy, hogyha nagy kedvezmény van, e-mailt is kaptok a regisztráció után. Ez mindig szép és jó, de mi van akkor, hogyha nem engedhetsz meg magadnak? pénzér játékokat venni, mert még tanulsz, mert nincsen kereseted, akkor sincsen semmi baj, mert hogyha az áruház felfedezésére mentek, a játékok ingyenes fül alatt találtok rengeteg ingyenesen elérhető játékot. Nem mindegyik rossz játék, de hát nyilván egy fizetett játék, ami mondjuk 60 euróba kerül, mint az előbb látjátok, Lényegesen jobb minőségű, de ezek között is nagyon sok igazán izgalmas játékot lehet találni. Nekem is van nem egy ingyenes játékom. Valamint természetesen kicsit off topic, de van nekünk egy úgynevezett Wargaming gyártónk, vagy hát. E játék készítünk, akinél elérhető a World of Tanks, a World of Warships és a World of Warplanes nevű játék, teljesen ingyenesen és maximális játszási élményt ad nagyon jó minőségben. Emellett pedig van még a War Thunder, amit vagy külön töltötök le, vagy itt a Steam-en belül, ez egy ingyenes játék, gyakorlatilag hasonló tud, mint a World of Warships, meg a World of Tanks, csak repülővel és tankal. Nagyon-nagyon jó játék, ezeket is csak ajánlani tudom. A Steam ezen felül kínál neked még egyéb lehetőségeket, például lehet készíteni családi, Regisztrációt, teljesen ingyenes, és hogyha családtagjaiddal meg akarod osztani ezeket a játékaidat, megteheted, mindaddig, ameddig nem egyszerre játszatok egy játékkal, addig a program ezt engedélyezni fogja. Valamint Steam-en keresztül ajándékba is tudsz vásárolni játékokat barátaidnak, születésnapra rokonaidnak, Ilyenkor a vásárlás folyamata során meg fogja kérdezni tőled a Steam, hogy magadnak vagy ajándékba vásárolod-e a gépet. Beklikkeled, hogy ajándékba vásárolod, kapni fogsz egy kódot, azt a kódot megküldöd az ajándékozottnak, és a termék aktiválása a Steam-en menüpont alatt ide be kell írni ezt a kódot és mindjárt az ajándékozott személy játszhat az adott játékkal. Megjelenik a könyvtárába, tudja instálni, és tud vele játszani. Ugye, ami nagyon jó, hogy ezeket a játékokat egyszer kell, mondom, még egyszer, megvásárolni, és ameddig élsz, illetve a szolgáltatás él, addig bármikor játszhatsz velük. Nincsen gondod arra, hogy a CD-ket hova tetted, DVD-ket hova tetted, és bármelyik számítógépbe, ahova installálod ezt a szoftvert, oda a játékaidat is installálod. Tehát tegyük föl, több helyen van lakásod, és mindenhol van egy játékos számítógéped, a játékokat csak egyszer kell megvásárolni, és utána bárhova installálhatod, csak nem játszhatsz egyszerre két gépen. Valamint egy dologról még nem beszéltünk, a Steamnek nagy előnye, hogy a játékok között rengeteg olyan játék van, ami nem csak Windows-on, de Apple-ön és Linux-on is elérhető. Ez egy hatalmas előnye a Steamsnek, valamint VR, tehát Virtual Reality játékok is már vannak Steamen belül, Természetesen amennyiben van még kérdésetek a Steam-mel kapcsolatban, azt írjátok meg kommentben, és csinálunk róla egy külön videót. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, nyomjátok meg a like gombot, ha tetszett a videó, és osszátok meg ezt a videót minél több ismerősötökkel, hogy ők is tudják, hogy hogy lehet manapság rengeteg játékot birtokolni legálisan. Szevasztok!